Hol ezek a kövek vannak, oda szeretném végig egy ilyen élő sörényt. A fenyő. Szóval 7 folyóméterre, vegyes. Körülbelül ilyen másfél-két méter magas sövény szeretnénk ebből kialakítani, ugye? Igen. Ezen a 27 folyométeren végig ki kellene alakítani nagyon szép egyenes letisztított, fölásolt föl azért a területet. A nagy szárazság lesz akkor, amikor jövünk, amit nem hiszek egyébként, de mégis akkor, viszont előző este jó be kéne iszapolni. Ide egy nyárit szeretnénk? Igen, hát ide mondjuk más nem igazán való. Szeretnék gratulálni, vagy megköszönni, nem tudom, mert nagyon szépen előkészítették. Nem tudom, ki csinálta, de hogy a nagyon... Hölgy. Igen, akkor köszönjük, tehát, hogy nagyon szépen példaértékben elő tetszett készíteni. És akkor igazából ezeket a cseréket ide végig tegyük ki, utána ültessük el az ültetés módja úgy, ahogy mindig szoktuk csinálni, ahogy a növénynek a konténerébe a talaj elhelyezkedik, ugyanolyan magasan legyen, mint utána elültettük. A jó hírünk, hogy mindegyikhoz hoztunk egy darab tápanyaggolyó, de ahány cseré van, annyi tápanyaggolyó, tehát nincsen se több, se kevesebb. Úgyhogy mindenképpen, amit ott beleültettünk, akkor beteszünk az aljára egy tápanyaggolyót, és úgy ültetjük el. Hosszú évek óta próbáljuk rendezni a házunk körüli zöld területet. Ez 4-5 lakó aktíva hozzájárul, úgyhogy részben a ház vesz virágot, részben ők vesznek saját pénzre és gondozzák. Igazság, hogy a háznak mindig nagyon-nagyon jó gondnokai voltak, és ők azért aktívan, nagyon aktívan részt vesznek abban, hogy most az zöld terület valóban a sövény, hogy esetleg nem nyírja az önkormányzat, akkor lenyírja időben, vagy a füvet, meg bocsoljon, a virágok is odafigyelnek. És a lakók azok aktívak? Tehát aktívan aktívak, hát alapvetően 4-5 emberül nagyon aktív, akik igen. Rendszeresen... És tűzbe tudják hozni a többieket? Tudják azért lelkesíteni. Kisebb-nagyobb sikerrel. Így helyes az a kisebb-nagyobb siker, az úgy megvan. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját. Nagyon örülök, hogy itt a Szentmihály utca 3-ban eddig is ilyen példaértékű utcafrontok voltak, és azért örültünk, hogy ide tudtuk adni növényeket, mert látom, hogy itt ez eddig is működött. És reméljük, hogy ezzel a segítséggel akkor tudtunk egy kis olajat rakni a parázsra, és akkor tovább tud ez lángolni. Gondozzák, ápolják, öntözzék, gyomlálják, és ha bármilyen szakmai kérdésen, akkor forduljanak hozzánk. Köszönjük a virágokat, a tanácsokat, és várjuk vissza a túloldalra. Köszönjük. A növényekkel. Köszönjük a szervezőknek, ez egy nagyon jó elgondolás, inspirálja a többieket is, hogy milyen hát szép a környezet. Nem csak a házunk szép, igen. Hanem a környezet. Igen. A szerszámokat a Fiskars biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az édenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövesse a virágzó zugló lélegzetellelító programját a kertész.blog.hu-n és a Facebookon.